Ezek a felvételek 7 évvel ezelőtt készültek a nyírmadai Sirota családról. A legkisebb családtag Jennifer ekkor még mindössze 9 éves. Az RTL Klub Anyacsavar című műsorában szerepeltek, ahol családanyák cseréltek szerepet egy hétig. Jenny, mutasd meg, légy szíves, hogy melyik lenne az a vágy, amin neki kéne aludni. Szombaton Jennifer barátja Christian kezdte a sort, aztán az édesapa csapott bele. A sort végül a 16 éves lány zárta, aki nem csak a családtagokat pipálta le. Nem nehéz volt utána énekelni, pont azért, mert nagyon meghatottam is. Nagyon boldog vagyok. Az Anyacsavar című műsorban is minden a zene körül forgott. Cikinek már ekkor is 3 rockbandája volt. Az egyik csapat dobosa ráadásul a legkisebb fia, Mário. Jenny ekkor még inkább táncolgatott otthon, ma viszont már tucatnyi felkérést kap. Van egy énekegyüttesünk, Debrecenben szoktunk énekelni. Az elején kértem az Istent, hogy nem utassa meg neki ezt az átkozott rakendot, de hiába elkaptad. De térjünk vissza a nyírmadai éneklő család legfiatalabb tagjához. Jennifer 2 éve bejutott a Fábri Show karaoke versenyének döntőjébe, ahol egy Nox számot adott elő. Szeretnék győzni, de ha nem sikerül, akkor sem csüggedek, mert rengeteg lehetőség áll még előttem, és nagyon fiatal vagyok. Ez pedig a tavalyi Ki mit tud Nyíregyházán, ahol az akkori 15 éves lány szintén Jennifer Hudson slágerét énekelte. A városi tehetségkutatón elindult Muri Enikő is, akit az X-Faktor első adásában láthattak. Nyíregyházán a zsűri végül nem tudott dönteni, és a két lány megosztva nyerte meg a versenyt. Én adok neked most egy nemet. A családi versengésben szombat este végül csak az édesapa, Ciki maradt alul. Ő azonban nincs elkeseredve, örül a többiek továbbjutásának. Neki úgy is marad az a 3 rockbanda.